2015. november 11-én Márton napon különös fények lepték el a lakkozó tagóvodát. Ma azért jöttünk itt össze, mert egy hagyományt szeretnénk teremteni, méghozzá úgy, hogy nem csak itt az óvodában, hanem ennek a hagyománynak azt szeretnénk, ha Káposztásmegyeren és Újpesten elindíthatnánk valamit. A hagyományőrző szándékkal indított eseményre 17 órára érkeztek a gyerekek és szüleik, akiknek Majzik Ferencné óvodavezető mondta el a számukra különös szokás megtartásának okát. Ebbe az óvodába, ebbe az évben elindult két német nemzetiségi csoport. Ők egy kicsit másképp ünneplik a Márton napot, mint a magyar nyelvterületeken, és mi itt Magyarországon, és ezért arra gondoltunk, hogy ez a lámpás, ez a német nyelvterületről való dolog, és a lámpást felvonulást kipróbáltuk, hogy most hogy működik. Manapság ebben elsősorban a gyerekek vesznek részt sötétedéskor, a maguk készítette lampionjaikkal járják az utcákat, miközben régi Mártonnapi dalokat énekelnek. A menet élén általában egy Szent Mártonnak öltözött lovas áll, a lampionok fénye pedig a jó cselekedeteket jelképezi, hogy mindenkihez eljussanak. Általában műsorral is készülnek, mely leggyakrabban a köpönyegét megosztó Márton történetét mutatja be. Lezárásként pedig meggyújtják a Mártontüzet, és megajándékozzák a gyerekeket valamiféle finomsággal, például perecszer, mártonkiflivel, fánkkal, liba alakú kaláccsal, cukorkával, teával, gyermekpuncsal, mártonmusttal. Az egyik legkedveltebb mártonnapi ajándék az úgynevezett Vekman, ami egy édes tésztából készült ember alakú figura. Azért az óvodavezető a Magyarországon e napon tartott hagyományokról sem feledkezett meg, valamint elmondta azt is, hogy a gyerekekkel az elkövetkezendőkben is tervezi, hogy nálunk ismeretlen hagyományokat is megrendeznek. Jövőre már Szent Györgyöt is hozzuk magunkkal, hiszen az az egyik jelkép a Márton napnál, és ha igaz, akkor lovon fogja vezetni a menetet, úgyhogy remélem, hogy mindenki a magyar hagyományokat is otthon már libasülttel fogja várni a családot, aki otthon maradt, ha nem, akkor lehet kezdeni sütögetni. Amíg pedig a libasült késő, addig mi a lámpás felvonulás képeivel búcsúzunk. Háromszűrke, három szürke, három fekete, unár, unár, liba, unár, unár az eleje, akinek nincs párja, válaszol magának. Hatan vannak a mi rudaink, három szürke.